Mesék Mátyás királyról: szabad rabló, szabad gyilkos, szabadgyilkos, szabadkoldós. Mátyás király, aki bölcsen és igazságosan urálkodott az országban, gyakorta forgott a nép között, hogy kikérdezze őket az ügyes, bajos dolgaikról. Így esett, hogy egy szép napon megérkezett egy faluba, és azonnal be is köszönt az első portára. Ott talált egy gazdát s mágyás király megkérdezte tőle. Csak kettecskén vannak? Csak kettecskén vagyunk az asszonyjal, mert a fiaim itt hattak. Hát hol vannak ennek a fiai? Az egyik szabadrabló, a másik szabadgyilkos, a harmadik szabadkoldós. Csodálkozott Mátyás király, és rögtön sejtette, hogy valami tréfás szándék húzódik meg a vendéglátója szavai mögött. De hogy miféle tréfarról lehet szó, arra bizony sehogyan sem tudott rájönni. Persze az apjuk tudta jól, hogy mifélék, kifélék is vannak az ő fiai. Az egyik fiam szabadgyilkos, mivel hat, orvos lett belőle, annak ugye szabad gyilkolni a szabadrabló az meg ügyvéd lett. Hiszen hat, annak is szabad rabolni. S a legkisebbik, a szabadkoldós, az meg barátnak állt. Ugye bar, annak is szabad koldulni. Nagyot nevetett Magyars király a válaszon, és megveregette a gazda vállát. De régemper vagy barátom, hogy ilyen gyerekeket neveltél.